Ilyen kamerák figyelik a pécsi köztemető biztonságát, három van belőlük. A kamerákon kívül a polgárőrök is segítik a lopások megelőzését, sőt a temető területéről távozó autók csomagtartóit is átvizsgálják. Köszönöm. Az ilyen biztonsági intézkedésekkel sikerült visszaszorítani idén a lopásokat, azonban még mindig akadnak olyan tolvajok, akik részkereszteket, virágtartókat, koszorúkat, és még azokat az árvácskákat is eltulajdonítják, amelyeket a temetkezési cég ültetett ki. Mindezek miatt jövőre a temető egész területét szeretnék bekamerázni. Ahogyan a forrásunk megengedik, igyekszünk minél előbb a temető teljes területét bekamerázni. Ugye jelenleg van három. Ezeket nem is mondjuk el igazából, hogy merre vannak, és a többit se fogjuk publikussá tenni. Várhatóan a kamerák oda lesznek kihelyezve, ahol több a lopás. A kamerarendszer kiépítése több évig is eltarthat. Valószínűleg tartom, hogy 1-2 éven belül a teljes temetőbe lesz kamerázva. Hogy mennyi pénzből építi ki az új kamerarendszert, még nem tudni, attól függ, hogy mennyi munka lesz az elektromos hálózat kiépítésével.